Mintegy 400 gyermek mindennapos testnevelés óráinak a feltételei javulnak az új rekordtámpája megvalósulásával, fogalmazott köszöntőjében az iskola igazgatója. A mintegy 20 millió forintnyi összértékű beruházás a Magyar Kézilabda Szövetség, a Városi Önkormányzat, valamint a Szombathelyi Tankerület és a Haladás VSE támogatásával valósult meg. Az Rinyi profiljában kifejezetten az e-sportra való felkészítés is szerepel. Ez a pálya világszínvonalú, hiszen világbajnokságokat is rendeznek ilyen felületen. Fontos volt nekünk, nagyon szépen köszönjük, megkaptuk, rajta állunk, itt van. Az átadó ünnepségen a városvezetés képviseletében Illés Károly alpolgármester kiemelte, az önkormányzatnak kötelessége Szombathely iskoláinak támogatása. Ennek keretében jelenleg is jelentős fejlesztések zajlanak a helyi oktatási, nevelési intézményekben. Hende Csaba országgyűlési képviselő a beruházással kapcsolatban elmondta, hogy ez egyszerre szolgálja a sportot és az egészségügyet, akár csak az épülő jégcsarnok, a fedett uszoda bővítése, vagy éppen a sportligetben megvalósuló több milliárd forintnyi fejlesztés. Mindemellett az utóbbi 8 évben Szombathelyen kórházi beruházások is történtek, mintegy 20 milliárd forint értékben. Az egészségügyben a megelőzés mindig sokkal kevesebbe kerül, mint a már kialakult betegség gyógyítása. Márpedig a betegség megelőzésnek és az egészség megőrzésnek a nélkülözhetetlen, és ez is vitán felül áll, legfontosabb eleme az egészséges életmód és azon belül is a rendszeres mozgás. A pályavaton az Rényi és a Derkovics iskola leány kézilabda csapata feszült egymásnak. Ugyan a rekordtámpája széle még kopár, de ez csak átmeneti állapot. November végéig a terület térkőburkulatot kap, és dísznövényekkel ültetik be.